Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Mai sportműsorunkban az utánpótlási lesz a főszerep, de mindenek előtt a híreink. Január 26-án délután 18 órakor a Gandhi Gimnázium dísztermében tartották a Zsutipe Kulturális és Sportegyesület soron következő közgyűlését. A napirendi pontok között szerepelt egyebek mellett az éves beszámoló, a tehetségek jutalmazása és díjazása, az alapszabály módosítása, az új tagok tisztségek megszavazása és az éves munkaterv meghatározása. A labdarúgó Dunántúli Naplókupa B csoportjában Dombóvár PMSC 0-4, gólövő Horváth 3 és Halász. 27-én szombaton a PVSK labdarúgói Nagy Árpádra utaznak, hogy folytassák a Dunántúli Naplókupa küzdelmeit. Az A csoportos mérkőzés kezdési időpontja 11 óra. 4 külföldi és 9 magyar klub képviselteti magát 27-én szombaton és 28-án vasárnap a Műjégpályán, ahol 5 torony néven rangos nemzetközi rövidpályás gyorskorcsolya versenyt rendeznek. A 38 versenyszámban 100 feletti indulóra számítanak a szervezők. 12-én és 14-én ebben a hónapban már volt korosztályos országos bajnokság teniszben. A hétvége egy újabb tenisz, és köszöntöm a stúdióba Kony Zsoltot, a rendezés szervezőit, igazgatóját. Mi a pontos titulusod? Szervusz! Szervusz, és üdvözlök mindenkit! Tulajdonképpen versenyigazgató, a Magyar Bajnokság Felettpályás Korosztályos Magyar Bajnokság versenyigazgatója, ők ez a hivatalos titulus. 14 évesek voltak itt 12-en és 14-én, most melyik korcsoport van itt Pécsett? Most a 12 évesek vannak itt Pécsett, 12 éves fiúk és lányok mérik össze erejüket és tudásukat, a legjobb 32. Pénteken már elkezdték a szervákat a fiatalok. A 2-3 héttel ezelőtti tapasztalathoz képest mit változtattatok meg a szervezésben? Olyan kiemelkedően nem változtattunk semmit. Most már 5. éve rendezzük a Magyar Bajnokságot. Nemzetközi versenyeket viszonylag nagy tapasztalatunk ebben. Mindig fejlesztünk, és mindig próbálunk minél szélesebb kiszolgálást biztosítani, és ez egyre jobban, egyre többet fejlődik természetesen, hogy mi is fejlődünk. A 14 éves korosztályban a pécsiek igazából nem rúgtak labdába, vagy nem ütöttek labdába. Hogy van ez most a 12 éveseknél? Van-e tehetséges pécsi fiatal? Természetesen. Ez a korosztályban már jobbak vagyunk, sokkal jobbak vagyunk. Itt is döntően a lányoknál. A lányoknál 5 pécsi is pályára lépett, nagyon erősek, amúgy is nagyon erős a mezőny, hisz az első 8 kiemeltből itt van az első 8, tehát szinte senki sem hiányzik, és bízunk benne, hogy azért haladnak előre a pécsi lányok is. Mi a visszajelzés, visszaigazolás? Szeretnek Pécsre jönni a budapestiek és a vidéki nagy játékosok? Igen, hál' Istennek nagyon jó a visszajelzés, éppen ezért kaptuk meg újabb 3 évre ennek a rendezési jogát ennek a versenynek, tehát jövőre, azután és azután is szintén itt láthatják a pécsi tenisz szerető közönség a legjobb fiatalokat, mind a 14, mind a 12 éveseket. Ez egy elismerés a szövetség részéről is természetesen, illetve hát a pécsieknek és könnyeknek, és természetesen egy nagyon nagy siker. 28-áig akkor zárva vannak a pályák. Ha valaki teniszt szeretne nézni, az mire készüljön? Mikor mehet ki, és mikor mit lát? Reggel 9:30-tól indulnak a mérkőzések. Szombaton legjobb 16-ba, majd délután legjobb 8-ba jutnak. Körülbelül este 7-8-ig tartnak a mérkőzések, utána már nem is szabad hivatalosan felküldeni a gyermekeket a pályára. Majd vasárnap elődöntő 9:30-kor, és 12:30-kor várhatóan döntők mind a fiúknál, mind a lányoknál. A döntőt hogyan szolgálja ki a Bártfa utca? A center pályán játszotok, ha van ilyen, gondolom itt a középső pályára, és a nézők mennyi helyet kapnak, hisz a sátorban nincs sok hely. Terveztetek-e valami konkrétumot ezzel kapcsolatban? Természetesen annyiból hálás a feladat, hogy 4 pálya van a fedetben, tehát a 2 döntőt a 2 szélső pályán tudjuk játszani, a 2 mondhatni kis centeren, így a középső részen nagyon sok ember elfér, és nagyon sok ember tudja nézni a döntőt. Mit kell tudni a teniszcentrum programjáról? Ha lezajlik vasárnap a döntő, a tenisz szeretők visszamehetnek-e a megszokott pályára, lesz-e komoly rendezvényetek még a hónapban? A hónapban már nem, természetesen hétfőtől újraindul minden menetrend szerint az edzések és a bérlőknek. Viszont rendezünk sok társasági versenyt, illetve egy országos területi versenyt is rendezünk, ez még a szabadtéri szezon kezdetekor lesz. Én várom az eredményeket, és a kollégáim is. Sok sikert kívánok a rendezéshez, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. A Lővei Gimnázium nyerte a korcsoportos kosárlabda megyei diákolimpia döntőt.
Korcsoportos leánykos állapda mérkőzést láthatott az érdeklődő, ha kilátogatott a Potes sportcsarnokba január 24-én és 25-én. A megyei kosárlabda diákolimpia döntője folyik 5. lánykorcsoportban. Ez a megyei döntő, ez már nagyon régi hagyományokra nyúlik vissza. 4 csapatos döntőt megelőzi egy selejtező sorozat kieséses rendszerbe, és akik ott a legjobbak, azok jutnak be. A hagyományoktól most annyiban ugyan eltértünk, hogy éppen 5 csapat szerepel a döntőben. Az egyik csapat később nevezett, és utólag fogadtuk el a nevezését. A jelen pillanatban a Tási, a Lővei, a PTR Babis Gyakorló Gimnáziumban, a Magyar Német Nyelvű Iskolaközpont, és nagy örömünkre a megyében egy vidéki iskola is, tehát a megyén belüli vidéki iskola is szerepel, ez pedig a szigetvári Zrínyi csapata. A megyei döntő után következik a területi döntő, annak a győztese pedig bejut az országos döntőbe. Szeretnék ezen a versenyen minél sikeresebben szerepelni. Most a ki nem mondott cél valójában a továbbjutás, és remélem, hogy a területi döntőn, ha ezt a mérkőzést még sikerül megnyernünk persze, akkor méltóképpen képviselhetjük a pécsi színeket. Aztán, ha ott egy kis szerencsével és egy kis nagyobb akarattal játszunk, mint itt, akkor az országos döntőn remélem bekerülünk az országos 8-as döntőbe. A lányok fáradtan, ám de annál lelkesebben küzdöttek. Ennek a meccsnek a hangulata, meg itt ez az egész diákolimpia rettelet. Szóval nagyon jó a hangulat, minden nekem nagyon tetszik. Hát a céljaim vannak kosárlabdában, elég fontos céljaim. A PVSK alapítványba játszok, az IFI csapatba. Hát most így eléggé fáradtak vagyunk, mert tegnap jöttünk meg egy soproni magyar kupa meccsről, de nagyon jól érezzük magunkat, és bízunk a sikerbe, és szeretnénk bejutni a döntőbe. Elég fáradtak vagyunk, tegnap meg ma is mérkőzést játszottunk, de szerintem nagyon jó a hangulata a tornának, és hát szerintem kérdéses, hogy ki fog nyerni. Csak ízelítőleg egy pár program a gazdag hétvégi sportműsorból. Szombaton kosárlabda 2-ös magyar kupa mérkőzés a Lauber Dezső sportcsarnokban. 15 óra 15 perckor Mizó Pécsi VSK BSE, 18 órakor Autópark PVSK Gyesev Ringa. Szombaton 10 óra Kőszén kupa 2001 néven rali verseny Zobák pusztán. Szombaton 18 óra kézilabda NB1 Kiskőrös, Vétabak Pécsi KK, a mérkőzés helyszíne Kiskőrös. Újra elmondom önöknek, hogy szombaton és vasárnap a műjégpályán 5 toronykorcsoportos rövidpályás gyorskorcsolya versenyt rendeznek, ahol nemzetközi és magyar élcsapatok száguldanak majd a pályán. Én mára megköszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!